Sziasztok, Joy vagyok, üdvözöllek a csatornámon. A mai videóban a Growing Together kiegészítőt fogom folytatni. Megnézem, hogy azóta volt-e valaki, aki esetleg feltöltött még apukát. Egy új került fel azóta, méghozzá Wilson, úgyhogy ott lementem. Ezt szívecskézem, hogy tudjam, hogy lementettem, és mindjárt be is költöztetem, volt, azt hiszem, hogy ez egyik háztartásban hely. Költöztessük gyorsan be. Itt van az újabb jelöltünk, akit Logan Wilsonnak hívnak. Szereti a zenét, szereti a családját, és romantikus alkat. Nagy, boldog családra vágyik. Költöztessük be őt is. Ebben a háztartásban volt még hely, úgyhogy ide be tudom költöztetni. Csak nem szerettem volna elindítani a játékot. Hopp, na mindegy. Ebben nem jön addig el sehova onnan Anna. Addig leült sakkozni. Na lássuk, hogy volt-e olyan, aki esetleg a fiúk közül elmerészkedett ide, hogy megismerkedjünk vele. Van itt egy szellem. De ez nem jó, az nem számít. Gyere, megnézem a másik emeletet is. Hopp, 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 várjunk, itt van valaki. De nem, ő nem olyan, akit ti költöztettetek be, úgyhogy nem jó. Vagyis én költöztettem be, ti készítettétek. Igen, és te ki vagy? Hát az apukájával ez a nem jöhet össze szerintem. Úgyhogy az nem jó. Menjünk haza. Picit foglalkozunk a gyerkőccel. Aztán meglátjuk. Krisztián közben... Hogyha nem szőnyegen fekszik? De fura. Gyakoroljunk majd vele egy kicsi ülést. Mielőtt elküldeném aludni. Ja, ja, ja. És gondoltam, hogy feladatot adok neki. Jó, mindegy, akkor pihenj egy picit. Hát, magához tért. Ó, ó. Nagyon furcsa ember van ott akadva, ezért törülnék neki, hogyha egy picit. Úgy hozták vissza a gyereket, hogy nem lehet hozzányúlni. Hát ez zseni. Egy. Át tud fordulni most már. De mint hogy azt az előző részben is tudta volna már. Nem az volt, amit tudod, hogy át tud fordulni. Gyorsan megnézem, hogy mikor van a szülőnapja. Holnap lenne. De mint mondtam, meg szeretnék egy-két dolgot nézni még, úgyhogy... most egyszerűen csak kikapcsolom. Az öregedést egy picikét. Csak addig, amíg megnézzük, hogy... miket tud még. Igen, most kikapcsolódott, jó. Ebből is látszik, hogy ez a pár nap azért nem elég arra, hogy mindent meg tudj nézni, hogy miket tudnak ezek a kis picik. Ó, történik valami! Hopp, magához tért! Öntudatra ébredt a gyerekünk! Nem, nem, de tud most már ülni. És tud ilyet, nézzétek! Tud mozogni! Az első mozdulatait megtette a gyermekünk. Ezt megörökítem. Billy test nem tud még mindig használni. Pelus csere az most nem is kell. És akkor most tud olyat, na majd mindjárt, hogyha... Oh-oh. Most mi lesz ezzel a pelushozással? Most nem tudok még cserélni pelenket. De cuki. Igen. Most kéne kicserélni. Cseréljünk pelenket. De cuki, csak a toddler tudja használni, ő nem tudja. Mint láthatjátok, kezd éhes lenni, úgyhogy mindjárt megnézzük ezt, hogy hogyan működik ez az újfajta etetés.
Milyen sminket rakott magára Vernon? Hát eddig nem nézett ki így. Ez a játék, ez direkt kiborít, gyerekkel. De miért mindig azokat a sminkeket meg ruhákat kell ráadni a szimekre a játéknak, amitől aztán vagy borzalmasan néz ki, vagy nevetségesen. Semmiért nem tud ráadni a játék, amitől jól néz ki. Szóval nem is értem. Tegyük be ide a picit. Képzeljétek el, most már be lehet ide tenni. Most már nem kell cumisüvegből, mondom, már nem kell cumisüvegből letetni, mert ide be tudod tenni a gyereket. Nagyon álmos is, de hadd egyen már az én szegény gyerek. Mi a baj, büdi volt a pelus? Hát, egyedül maradtál, szülők most már nincsenek itt, pedig milyen jó volt. És most lehet olyat csinálni, hogy tudunk adni a gyereknek enni normálisan végre. Ki tudja próbálni a babakajákat. Van fagy is. Hú, nagyon sokféle van. Édes, krumplis. Hát mit adjunk neki először? Az első étele a gyereknek legyen mondjuk répa. Ez ilyen fölvágott répa volt, hogyha jól láttam, vagy jól olvastam. Te nem figyeltem annyira. Ja nem, ez ilyen pép. Péperünk. Oh-oh. Igen, én is azt mondom, hogy oh-oh. Ez azt jelenti, hogy nem szereti? Hát, jó, de cuki! Nem tudom, hogy szerette vagy sem, de berakjuk aludni. Rámos. Olyan volt, mintha valaki kopogott volna. Vernon, hát nem a szomszédunk. Az apukánk. Ne engedjük be. Bocsánat. Most nem engedünk be, apuka, mert menni kell aludni, késő van. És hogyha ide bejössz te most, akkor nem fogunk aludni, az a baj. Úgyhogy menjél haza. És sminkedet levetted? Már nincs rajtad? Már nincs rajta, ha jól lát. Nincs helyes. Jobb így ide. De most ezt mit csinálsz ott a gyerekkel? Mit csinálsz? Oké. Ezt nem is értettem, hogy ez most mi volt. Ja, jött frissítés a játékhoz. Jó volt a frissítés, jó volt. Átaludta az egész éjszakát a picurka. Az a baj, hogy annának is lennének szükségletei, amivel nem igazán tudok foglalkozni, mert a gyereknek a szükségleteivel kéne először foglalkozni, ugyanis nagyon-nagyon-nagyon-nagyon éhes. Úgyhogy én most nem érek rá azzal foglalkozni, hogy Anna is éhes. Anna majd eszik, amikor a gyerek már rendben van. Hogyha erre megyek, akkor... Ja, akkor rögtön kihozza ezt. Próbáljuk ki, na lássuk, szerette vagy nem szerette a répát. Imádta a répát, úgyhogy azt, amit láttunk, az azt jelenti, hogy ő imádja a répát. Akkor próbáljuk most ki a... Próbáljuk most ki a... Az édes burgonyát. Nem lehet az sem olyan rossz. Bébi kajának. Gyere gyorsan, enni kéne valamit. Mert... Aztán itt... Ja, mindegy, akkor ne próbáljátok ki. Akkor mindegy. Teljesen mindegy, hogy én mit kérek, hogyha nem azt csinálod. Most már nem éhes, most már nehogy adjál neki még. Azt neki még? Hát tudod, mit adjál akkor. Most már olyan mindegy.
Húha, koszos a gyerek. Na most kipróbáljuk az édes burgonyát, szereti-e? Megkóstolta. Igen, nehéz a döntés. Ó, nem szereti. Ó, nagyon nem szereti. Hát akkor viszont gyorsan kéne egy pelustére, mielőtt büdi lesz, és akkor meg kell fürdetni. Gyorsan. Na, most ez mi? Helyes, ezt kell csinálni. Mondjuk meg az asztal nélkül is tudja a pelenkáját cserélni, aztán lehet, hogy gyorsabb lenne. De mindegy. Ó, és most már van kedve is. Játszunk vele pikabút, és akkor utána. Vagy, ja, ezzel tud játszani. Nem tud játszani ezzel? De. Jó, játsszál vele, semmi baj. De jó, most hogy így tud vele játszani. Végre, normálisan tud vele játszani. Egészségedre. Hagyjuk, hogy játszon. Rájött a tüsszögés. Most először tudta megfogni a játékot. Most már tud másféle ennivalót is enni itt a... Igen, tud most már ilyesmit is enni. Olyat, amit meg tud fogni a kicsi kezével. Banán! Nagyon jó. Hát jó, most már nem tömök bele még több kaját, de majd, hogyha éhes lesz, akkor megpróbáljuk. Menjünk el. Megint ide a centerbe megyünk. Nagyon más hely. Nem nagyon van itt, ahova lehetne menni. És arra gondoltam, hogy most úgy megyünk, hogy a gyerkőcöt is magunkkal visszük. És most azonnal rárepülünk valakire, aki hajlandó eljönni ezek közül. Reméljük, hogy valaki eljön, akiket készítettetek. Meg is érkeztünk, és akkor most ide be lehetne tenni a picurit. Most már tényleg kíváncsi vagyok, hogy ezekkel a székekkel tud-e valamit csinálni, mert nekem van egy olyan emlékem, hogy az előzetesben van egy olyan, hogy föláll ugye a szék mellett a pici. De ezt még nem tudja megcsinálni. Van valami activity, amit tudunk vele még csinálni? Igen! Gyakorolni az állást! Fel tud állni? Hova mész? Hova mész, drágám? Gyakoroljuk az állást! Látjátok, hogyha most szülinapot ünnepeltünk volna, akkor az állást már meg se tudtuk volna nézni, hogy az hogy működik. Na. Igen, átgörgeti. Ez az állásgyakorlás. Igen. Jaj, nem megy. Jaj, ne sírj. Hát itt próbálkozik szerintem felállni, de nem jön össze, úgyhogy... De átfordulni át tud. Elaludt. Fárasztó gyakorlat volt ez, kérem szépen. Fárasztó, elaludtunk benne. Akkor mindegy. Na jó, amíg a pici alszik és nem jön ide senki, addig jó lenne, ha festene valamit. Nem tudjuk innen eltüntetni? Ja, várjunk, de hogy nem. Ezt innen el kéne tüntetni. És akkor tudunk festeni. Igen. Barátkozni szeretne valakivel. Hát hajrá. Fest valamit, hát ha addig jön. Az igazi. Hát ha addig megérkezik. Ezekkel vajon tud valamit csinálni, pici? Nem, ő még ehhez túl pici, hogy itt bármit is csináljon. Nem tud semmit. Talán, hogyha megtanul felállni. Utána is megnézzük. Ott van az a vízipark-szerű.
Elérte a level 6-as festészetet. Furcsa, hogy csak így a földön alszik. De jól el van ott. Kezd éhes lenni, mondjuk tudunk neki cumisüvegből adni enni. Hogyha itt nincs olyan magas szék. Kipróbálhatnánk ezt az itteni pelenkázót. Olyan kíváncsi vagyok, hogy ez milyen. Feladom, hogy ide jöjjön bármelyik is, mert úgy látszik, hogy nem jön, úgyhogy jobb hiány választok egy szimpatikus jelöltet. Ő már választott magának ezt a hármat, mint láthatjátok, van ilyen jeleske itt, ami azt jelenti, hogy ők össze tudnak jönni. Tehát ez a három az, aki neki tetszik. Terry, Zane, vagy Elek. Ja, várjunk csak. Nem, vele nem jó, mert ő vele pont, hogy nem jön össze. Akkor Elek az kizárva, és Zén is sajnos kizárva, és Terry is sajnos kizárva, akkor viszont, mivel nagyon más itt, de talán nem vagyok benne biztos, hogy ő az volt, András van még itt. Hívjuk ide Andrást, és nézzük meg, mit mond a játék. Akkor mindenkivel egy kicsit beszélgetünk, kivéve, hogyha András most tökéletesnek bizonyul. A játék azt mondta, hogy ők hárman nem. Ez kicsoda? Hector. András hamarosan itt lesz. Ő kicsoda? Két fut. Tevin. Ott van András. Hát ismerkedjünk meg vele. Csak olyan kalózosan, mert most olyan kalóznap van. Hadd legyen boldog kalóznapja. Vicces, közben itt alszik. Dimisomos. Unka Blashup. Steve. Sabara. Lássuk, íre már van a játék ezzel kapcsolatban. Még semmit. Egyelőre semmit. Mizuki. Sugar Blue. Meh. Bubrona. Ő kicsoda? Echo Mester. Érdekes, érdekes. Jó van, sikerül. Ja, nem, még csak majdnem sikerül. Hát jól itt hagyott. Na, semmit nem tudunk, még mindig olyan lassan megy ez a dolog. Közben felébredt Krisztián. Hova mentél? Mit csinálsz? Tudsz ilyet? Rosszálkodik. Mit csinálsz? Játszik. És ilyenkor rá kell szólni, vagy ilyenkor mi van? Ja ne, most nem szeretném egyelőre bemutatni, hanem mint hogyha éhes lett volna. Jó, oda berakja, onnan nem bír kijönni. De cuki. Nagyon cuki. Hát mégiscsak átutazunk a fiúkhoz, mert nem írt ki semmit a játék, és szeretném, hogy több választás is lenne. Igen, náluk voltunk, itt a legtöbben nem volt olyan viszonyban, hogy most a másik apukákhoz kéne menni, akik itt vannak. Mert velük nem nagyon ismerkedett szerintem. Belőlem jöhet András is, de Krisztián menjen a bölcsibe. Most mindenkivel beszélek kicsit, bemutatkozik mindenkinek. Vagyis, hát akinek tud.
Csak magával hozta a gyereket. Csak magával hozta a gyereket, ez hihetetlen. Próbálok mindenkinek bemutatkozni. Lássuk, mi lesz ebben. Bemehetnénk a házba, mondjuk, mert úgy vécézni kéne. De ennek a háznak nincsen ajtaja. Hol lehet bemenni a házba? Be lehet menni a házba? Nincsen ajtaja. Akkor lehet, hogy azért áll neki. Ó, ezt elnéztem. Ez nem lesz így jó. Ez nem lesz így jó, mert nem tudok elmenni vécére vele. Nincs valahol itt egy... De. Van. Még elmegy vécére, addig... Most itt azt ne kellene? Na mindegy. Nézzük. Hopp! Steve! Steve lesz az, aki nagyon tetszik neki egyelőre. A többiek... Hopp, ott vannak, várjunk csak. Nézzük ki az, aki tetszik neki. Wow! Péter! Vele nagyon-nagyon! Nem, vele nem. Péter lesz az igazi, úgy látom. Ah, vele kéne megpróbálkozni. Elküldöm. Először nézzük meg, bebérek-e menni a házba. Itt van az ajtó, bebérek, mert így bénáznak. Gén sem látom, hogy hol van az ajtó. Gyorsan kopogj ezen az ajtón. Tök üres a házikó, vagy mi? De tényleg nincs benne semmi. Újra raktam le. Na mindegy, csak a szaladjon el vécére, miatt baj lesz. De ne a telefon nyomkodjat, hanem szaladj. És akkor Péter lesz az apuka, most már tudjuk. Mert vele tökéletes a hangulat, az összhang, minden. A gyerkőc az... ja jó. Most hogy mi? De most itt miért? Most mi? Jó, elküldtem. Elküldtük a gyereket. Ne az utcán aludjon a földön, mert ez nem lesz neki jó. Mi? Romantik fesztivál. Oké. Visztük magunkkal Pétert. Tökéletes alkalom, azt hiszem. Na Péter. Ismerkedjünk egy picit. Na lássuk, hogy tényleg olyan jó itt a viszony kettőjük közt. Hova mész? Ja, hogy a bárpultnál akar beszélgetni. Jól van. Csak egy picit ismerkedünk. Jó, még mindig nagyon jól összeillenek. Ezek közül most melyik a flörtölés? Hát megpróbálok vele flörtölni valahogy, csak nem tudom melyik az. Nem lehetne ezt valahogy kikapcsolni. Most már úgyis vége van. Hát ha... Így már látom. Jó. Így egyszerűbb. Mi az, amit még lehetne kérni, anélkül, hogy... Hát... Eddig jól megy. Húha, ez necces. Próbáljuk meg, de elvileg nagyon jól összeélnek, úgyhogy mennie kell. Na? Jó, akkor még egy flört. Próbáljunk... Ugye nem vesztek össze az arom, nem figyeltem. Próbáljunk meg számot cserélni. Ha ez megy, akkor jók vagyunk. Anna elég fáradt. Ha? Jó, de olyan lassan haladunk valami, olyan piciket megy. Próbáljuk meg egy kis... Megfogják egymás kezét dolgot.
Ez aranyos volt. Shade Simona Cero. Sabine Saquinario Card. Próbáljuk meg az első csókot, hát ha sikerül. Nyerekben vagyunk, akkor hát úgy látszik, hogy Péter lesz az, akit választunk. Micsoda virág van itt rajta. Mutatkozz be neki is. Hogy átöltözött? Köszönöm. Igen, és akkor mit kell még csinálni? Ennyi? Ennyi. Jó, és mit lehet itt csinálni? Amúgy azon, hogy eléggé álmos. Te mit vásároltál magadnak már megint? Valami innivalót. Ó, pedig hát lehetne festeni. Jó, akkor nem festünk, mert lefoglalja az összes festőállványt. És ez micsoda itt? Meg lehet nézni. Fantáziál az esküvőről. Próbáljuk ki. Legalább ebben a sorozatban megnézhetnénk az esküvői kiegészítőt is, amit azóta sem néztem meg. És ebben pont meg tudnánk nézni. Vedd már föl ezeket a rózsákat, addig mi megnézzük ezeket a romantikus tűzijátékokat, amíg összeszeded. Ó, nagyon szépek. Azt hiszem, szívecskés lesz. Na, ott van a szívecskés. Egy kicsit furcsa, de higgyük el, hogy a szívecskés. Összeszedem innen ezeket a rózsákat. És ez micsoda? Ja, az lilium. Csak az még nem nőtt ki valamiért. És az időjárás miatt ki tudja. Nézzétek, anyukánk is itt van az eventen. Ő vajon mit keres a romantikus... Jaj, ő hibott ide, de buta vagyok. Ezt már is felejtettem. Mi van, hogyha így megyek rá, akkor hányan iszunk belőle? Péter is iszik belőle, meg anyuka is? Péter egyáltalán itt van még? Mert ugye elment. Most kiderül. Iszunk egy ilyet. Milyen ez? Valami tea. És mit tud ez a tea? Ott van Péter. Na, ha romantikus lesz, akkor még... adunk neki valami puszit, vagy ilyesmit. Ó, nagyon romantikus lett. Használjuk ki. Ó, lehet ilyeneket dobálni. Hogy lehet ezt csinálni? Actions? Ha? Romantic. Új, extra dolgokat lehet csinálni. Miket lehet itt csinálni? Mire mentem rá? Várjunk. Oh, de cuki! Nem is tudtam, hogy van ilyen, mert nézzük, hogy mik vannak még. Szerettem volna a rózsát dobni, de most azt nem találom. Toastot lehet mondani. És ezt mire? Hagyjuk. Nincs elindni való, szerintem azért nem lehet. Jól van, örülnék, hogyha nem most a vége lenne, és haza tudnánk menni, mert nagyon rosszul volt szegény. Haza kéne menni, és meg a gyerekkel is kell foglalkozni szegénynek. Na, kaptunk valamit amúgy, hogy itt ilyen aranyra teljesítettük ezt a dolgot, remélem. Na, hazamegyünk. Szóval én nem fogjuk folytatni, úgy látszik, hogy Péter lesz az igazi, és elég jól sikerültek így a dolgok első alkalommal, egész szépen elindult, úgyhogy nagyon-nagyon összeillenek, reméljük, hogy ebből valami jó fog kisülni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a részt, remélem, hogy tetszett nektek, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk, sziasztok!